egy hányást, otthoni hányást, hasmenést, otthon lázas volt, náthás. Ezeket nem tudjuk mi ellenőrizni. Ez a mostani rendszerrel az egyik legnagyobb gond a házi gyermekorvosok szerint, vagyis, hogy a hozzájuk kerülő betegek tünetei a néhány perces vizsgálat alatt csak ritkán jelentkeznek. Ennek ellenére, ha a szülő azt mondja, hogy a gyereke tegnap lázas volt, akkor az orvosnak el kell különíteni a többi gyerektől, vagyis igazolást kell neki írnia. Akkor is orvosi igazolás kell, ha a beteg meggyógyult és újra mehet közösségbe. Az igazolásért viszont ismét orvoshoz kell menni, ahol sok beteg megfordul, ezért elkaphat valamit. De még ennél is nagyobb probléma a Tolna vezető házi orvosa szerint, hogy a mostani rendszerben sokan arra használják az orvosi igazolásokat, hogy az amúgy igazolatlan iskolai hiányzásaikat tegyék rendbe. A szülő is, hát, hogy úgy mondjam, hazugságra kényszerül, mert szigorú törvények szabályozzák a hiányzást manapság, főleg az iskolába, és hát ennek anyagi vonzatai vannak. A legtöbb iskolában évente 3 nap hiányzást igazolhatnak a szülők, mivel semmilyen jogszabály nem tér ki arra, hogy évente hány szülői igazolás fogadható be, ezért az iskolák a saját belső házi rendben akár több napra is felemelhetnék. A legtöbb intézmény ezt mégsem hajlandó megtenni. Az orvosok szerint viszont ennél biztosan többre lenne szükség, hogy ne nekik kelljen akár hazugsággal is igazolni a gyerek távollétét. Véleményünk szerint kitiltás, megint ezt a szót használom, elkülönítés kizárólag járványügyi okból szükséges, amit igazolnunk kell, hogy úgy megy vissza, hogy gyógyult. Tehát ez óriási nagy lépés lenne, hogyha ezt meg tudnánk lépni. Éppen ezért indított most petíciót a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, hogy rábírják a törvényhozókat a különös jogszabály megváltoztatására. A kezdeményezés ötletgazdája és a hozzácsatlakozók azt szeretnék elérni, hogy a szülő több mint 3 napot is igazolhasson, és hogy ne csak orvosi papírra lehessen visszaengedni egy korábban beteg gyereket a közösségbe. Ez mind azért probléma, mert ez körülbelül a rendeléseknek a 30%-át jelenti. Tehát egy 3 órás betegrendelésből 40 perc azzal megy el, hogy igazoljuk az ilyen és hasonló hiányzásokat, és ahelyett, hogy a beteg gyerekekkel foglalkoznánk, rájuk fordítanánk több időt, esetleg még az egészségneveléssel foglalkoznánk. Az online elérhető petíciót eddig néhány nap alatt már több mint 9300 orvos és szülő írta alá, de ez a szám folyamatosan nő. A kéréseiket a gyermekházi orvosok pedig hamarosan át akarják nyújtani a szaktárcának.